A műsorszámokat Bot Gábor színművész, Cseri Hár táncos koreográfus és Besenci Árpád értékelte. A színházigazgató pénteki balesete ellenére is ott volt az ítészek között. Nekem egy kicsit szomorúság volt, hogy kevés volt a prózamondás és a vers, de ugyanakkor azok színvonalasak voltak, de a többiek, tehát a modern tánc csoportok és a modern táncok, a néptánc és a népdal is olyan produkciókat hozott, hogy nagyon magas színvonalúak. A Zalai Táncegyüttes 40 táncosa lépett színpadra. Ők csoportos koreográfiával és 5 szólóval készültek. Ezek között voltak legényes táncok Erdélyből, volt egy galgamenti verbunk, illetve egy ilyen sárközi ugrós, és hát az egyesített utánpótlás csoport is sárközi táncokat hozott. A produkciókat a Zalaegerszegi Televízió rögzítette. Ezt a felvételt a nézők november 25-én és 26-án 18 órától láthatják. A döntő december 9-én szombaton lesz a Hevesi Sándor Színházban. Az már élőadás formájában kerül a nézők elé, hiszen ott az élőadás folyamán fognak a nézők szavazni az EGA sztárról, mivel ezt a produkciót úgy találtuk ki annak idején, hogy nem egy zsűri dönt a győztesekről, vagy illetve az EGA sztárról, hanem a közönség szavazatok alapján derül ki. A háromtagú zsűri döntése alapján a vers és prózamondók közül Besenci Zsongor, Pilise Levente és Frankovics Gréta Lujza, a modern és társastánc kategóriában a Motion TS-e, Kovács Hadászi Kármen és Szente Virág, néptáncban pedig a Zalai Táncegyüttes egyesített utánpótlás csoportja. Ádám Martin Bálint, valamint Böjte Julianna és Somogyi Roland alkotta páros jutott tovább. A népzene és népdal kategóriában a Tűzliliom éneklő csoportot, a Pipacsokat és Csiszár Alízt, még komoly zenében Herceg Zsófiát, Rétvár Jánost és Besenci Hellát találták a legjobbnak. Könnyű zene kategóriában Sárközi Roland, Májer Zsuppányi Csenge és Miklós Vivien léphet majd fel a Kőszínházban. Kategóriánként egy-egy produkciót a lakosság is bejuttathat a december 9-i gálára. Szavazni kedvenceikre a hét második felétől az egerszegihírek.hu Facebook oldalán lehet.